Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor be a öveket és nyújt be hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Norbi valaki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallax az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. A mai adásunkban több millió kilométert fogunk utazni, azért, hogy megmentsük a Marson rekett társainkat, és fénydelüljön arra rejtére, hogy kiadott egy hatalmas emberi arcot ábrázoló objektumot a Mars felszínén fényderül az emberiség eredetére és a fejlett civilizációkra, hogy milyen lehet egyedül eltölteni több hónapot egy bolygón, és hogy mit ne tegyünk, ha manőverezni szeretnénk a vákumban. Köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis 86. része, a mikrofonnál Barkóci Norbert. Brian de Palma, Mars mentő akció című 2000-es filméről fogunk ma beszélgetni műsorvezető társaimmal. Köszöntöm velünk Pécsi Gézet. Szia Géza! Sziasztok! és itt van velünk a jól megszokott módon Vince Miklós is. Szia, Miki! Sziasztok! Mai egy különleges adásunk, mivel ugye a felvételt itt most szombat délelőtt élőben streameljük a kedves Patreon hallgatóink számára, akik a hangunk mellett most kivételesen képet is kapnak, így láthatnak is minket. Erre szokták ugye azt mondani, hogy ez egy olyan tökéletes formátum, hogy kép is jár hozzá. Mielőtt azonban besz... belekezdenénk a beszélgetésünkbe, megkérném a kedves hallgatókat, hogy ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni minket a primér előtti tartalmakért, pedig kérlek, fizessetek elő patreon.com per paralaxis oldalon keresztül, ahol most egy speciális rezsicsökkentett támogatói csomagot is megtalálhattok. Srácok, akkor csapjunk is bele a lecsóba, én azt mondom, a Mars mentő akció. Egy nagyon rövid szinopszist elmondok, hogy mindenki tudja, hogy, hogy miről is van szó. A film, ugye ez a 2000-es film, az első emberes mars küldetés előtt áll az emberiség. Ez nagyon hamar végbe is megy a filmben, meg is érkezik az első csapat, elkezdenek ott tudományoskodni, tesztelgetni, vizsgáltak, lefolytatni, amikor csak nem egy furcsa objektumot találnak a felszínen, ezt közelebbről megvizsgálják, nyilván bejut a krak, a négy űrhajósunkból hárman meg is halnak, az otthoniak pedig nyilván ezt látva egy mentő küldetést, innen a cím, indítanak az életben maradt társuk megmentéséért. Első körben akkor kérdezném, hogy hogy tetszett a film, mennyire fogtátok a fejeteket a különböző tudományos megoldásokon? Hát, ami engem illet, érdekes, hogy tetszett a film, mert, mert annyira nem. Tehát, hogy tudományos szempontból én sokkal rosszabbra számítottam. Ti, én valaha megnéztem ezt annak idején, aztán utána eltelt az életemből 21 néhány boldog év, anélkül, hogy újra kellett volna néznem. És akkor, amikor készültünk az adásra, akkor írtátok, hogy, te, hogy még egy ekkora agyrohasztást, meg minden ilyesmi. Úgyhogy emiatt aztán az agyamban már rátállítottam azt a, az igényszintet, úgyhogy ehhez képest, amikor már így ültem neki, akkor meg kifejezetten pozitív csalódás volt. Tehát azért technikailag ez messze nem fog rákerülni arra a listára, hogy tudományos-technikai szempontból elcseszett science fiction-ök. Tehát ez ilyen értelemben azt kell mondjam, hogy nem rossz. A történet az dramaturgiailag természetesen nagyon kiszámítható, meg nem annyira fordulatos, meg kb. mindent lehet sejteni az elejétől kezdve végig. Tehát, tehát őszintén szólva ezek után, hogy ilyen jól előkészítettétek nekem, pozitív csalódás volt a film. Miklós mondja, hogy, hogy, ugye írtuk, hogy mennyire rossz a film. Hát ez én voltam, mert én elkezdtem nézni, megmondom őszintén, nem láttam ezt a filmet, és elkezdtem nézni, aztán egyre jobban elkezdett kikerekedni a szemem. Tehát kezdve attól, hogy ilyen Tyrannosaurus Rex hangú forgószél, egy ufófej, és akkor egy... ez a what the fuck, amikor tudjátok, van az a mém, amikor egy ilyen fehér állat így áll, és így minden irányból így mutatják. Na, ugyanez az arc volt nekem. Aztán elaludtam, és megmondom őszintén két... két... <laughs> két, két, <kétszer> két <ütettem. gül> és amit álmodtál, az annyira durva volt, hogy igazából ja. inkább erről kell beszélni. És akkor utána másodszorra még egyszer neki futottam, aztán úgy sikerült megnézni szerintem ez összefoglalja. <laughs> Na jó, de amikor azt írtad róla, hogy még egy ekkora kreténység, akkor az az első nézés közben volt? hogy már hát a az, második az elejénél üte. volt, igen, tehát ez ja, a Tyrannosaurus Rex es Ford Jó, úszél. hát igen, az egy fura, de egyébként... Amúgy, bocsánat, de, de az egyik törzs hallgatónk itt felhívja a figyelmet, hogy ez a tornádó, ez eléggé párhuzamba állítható a nope ban szereplő lényel, igaz? Tök, ami nem rég Nekem beszéltük is az ugrott ki. Be, amúgy, nekem Aha. is az ugrott be, csak ugye ez pont más, hogy működik, tehát ez alulról jött, és oda szippantotta be, aztán tépte szafatokra azt a szegény kis űrhajóst, az meg ugye, az meg fönt volt, és fölfele szívta, tehát Végül is ez ugye ez szívni különbség. Tehát... Hát ez az szívás mindenképp. Igen. Ja. Ha a szívás mindenképpen. hagyományos a porszívó alakzatot vett fel itt, a, itt a, a, a marsi. Érdekes, én azt hittem, hogy Miki te, te jobban szét fogod szedni tudományosan. Hát szét fogom. Hogy de. jobban fogod fogni a fejedet, és um, én majdnem a kettőtök közé tenném magamat, hogy igen, igen, voltak, voltak benne dolgok, de de, ne, de el sem aludtam a filmem, tehát hogy bájosan szórakoztató, szórakoztató volt. Öm, igen, említettük, hogy ugye az első emberes mars küldetés történetét taglalja a film, de még mielőtt a, a filmbeli küldetésről beszélnénk, egy pár szót beszélgessünk már arról, hogy a való, való életben milyen mars küldetések voltak, Ha hát nem is összeset, mert ez a volt már egy jó pár, de ugye a leghíresebbeket, hogy most egyet-kettőt itt kiemel, a 70-es évektől a vikingek, a Pathfinder 90-es években, és ugye ne felejtsük, hogy a film 2000-ben jelent meg, úgyhogy Spirit, a Opportunity, Curiosity és a Perseverance, ezek ugye már utána, utána voltak, de még azért a, az ember, az első emberes küldetés az azért arrébb van. Ugye a film az 2020-ban játszódik, és 2000-ben is szerintem ez egy jó, amikor készült a film, és amikor bemutatták a filmet, akkor ez egy optimista becslésnek tűnhetett. Mindazonáltal azért nagyon jó, hogy szóba hoztad a viking űrszondákat. 1976-ban értek Mars körüli pályára a keringő egységek, és a Mars felszínére leszálló egységek, a NASA Viking, vagy viking, viking programjában. Ennek köszönhető többek között a film központi objektuma, ugye a Mars arc. Mert, hogy ugye ez a Cidónia régió a Marson, ez a, ahova egyébként leszáll ez a Mars egy küldetés, a történet szerint 2020-ban. Ott a Viking űrszonda felvételein vették észre ezt a adott megvilágítási viszonyok mellett emberi arcra emlékeztető dolgot, és természetesen az UFO hívők, meg, meg hát a, a Bulvár média azt, hogy ők rá kattant. Természetesen itt ugye arról a jelenségről van szó, hogy, hogy mi mindenbe képesek vagyunk emberi arcot belelátni. De hát 1976-ban egyszerűen nem voltak arról a területről annál jobb felbontású képek, és azok, amike, mint amiket a viking csinált, ami persze óriási előrelépés volt minden korábbihoz képest. Tehát ezzel nem a viking űrszondákat akarom fikázni, hanem egyszerűen pont úgy jött ki a lépés, hogy ez a dolog, amiről egyébként már tudjuk, hogy ez egy tanúhegy, tehát ez egy kb egy ilyen vulkáni uh, bazalt oszlop igazából, a, 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 ami valaha egy ilyen, hát most a, ha jól értem még, amit annak idején Klautól tanultunk, tehát hogy egy tanúhegy az olyan, hogy hogy ugye a vulkán belsejében van az a csatorna, ami aztán ugye megszilárdul és lesz a vulkánikus kőzet, és utána a szél, meg az erózió, a többi dolog az lefújja körülötte a vulkáni kúpot, és akkor ami maradt közepén, az igazából egy ilyen nagyon furcsa, egy sík területen egy ilyen pff, kemény bazaltból készült tulajdonképpen függőleges izé. Mint a badacsony úgy ilyen, vagy a somló és a sákhegy az meg még ilyenebb egyébként ott a kisalföldön. Nagy a mars arc is amúgy egy ilyen cucc, csak azon a kép, de teljesen természetes objektum, de hát ugye felmerült, hogy, hogy, hogy ezt az IT alkotta, és még Magyarországon is volt ilyen könyv, amit nemrég még szem, szemből, az Antikváriumban, és annyira bájos, hogy meg akartam venni, hogy egy fickó megpróbálja megfejteni a titkát a Marsarcnak, meg a körülötte levő egyéb tanúhegyeket, meg pedig piramisokként értelmezték, és hogy azok sem akárhogy helyezkednek el, hanem milyen távolság, milyen pitagoraszti számhármasok, így. Tehát mindenféle ilyen Te, teljes íze, matematikai, vagy hát nem is az, hanem ilyen számmisztikai hókusz-pókusz tulajdonképpen a könyv. Szerintem ebbe is a magyarok vannak, amúgy szerintem azok építették ezt oda, hát, a Marsra. Amúgy a filmből meg kiderül, hogy nem csak a magyarok jöttek a Marsról. Hanem minden. De ne lőjük le De még. De le még. Na, szóval igen, az volt a kérdés, hogy mi volt akkor? Ugye volt valóban, ezeket jól elmondtad, volt a 1976-os Viking leszállóegységek, 1997-es Pathfinder, és utána még a film forgatása táján ért volna le a Mars felszínére a Mars Polar Lander, azonban az nem sikerült, azt odavágták. Tehát ezzel itt kb. be is fejeztük azt, hogy hány objektum szállt le a marsra úgy, hogy képeket is tudott onnan küldeni. A két amerikai viking Wilson, de és a Pathfinder. A Pathfinder vitte az első marsjárót, a Sojourner-t, ami az előképe például az azóta emlegetett egyéb ilyen nagyobb rovereknek, meg annak a rovernek is, amit amúgy a filmben látunk, ami egy tök jó kis marsjáró, ami távirányítható, és ez segített a kutakodásban. És egyébként nagyon elegánsan oldja meg a dolgot a film, mert egyébként ugye először 97-ben, 97. szeptemberében megérkezett a Mars körüli pályára, a, a, ugyanazon a indítási ablakban, mint amikor a Pathfinder leszállt, a Mars Global Surveyor. Hát a Global Surveyor az már nagyon jó képeket csinált, és azokról a képekről tök egyértelmű volt, hogy a Mars arc az, az nem egy arc, hanem egy kutya közönséges, le, lerohadt tanúhegy és hogyha más, más irányból süt a nap, akkor meg egyáltalán nem hasonlít semmiféle arcra. Nyilván addigra már nagyjából kész volt a forgatókönyv, de azért ezt ügyesen megcsinálták, mert hogy a filmben egyébként tényleg természetes hegynek tűnik a dolog, de aztán, amikor amikor bekapcsolódik a mechanizmus, mert beadják a kódot, akkor, akkor csak lefújódik róla az a portakaró, és akkor kiderül, hogy igazából tényleg egy bazi nagy arc van ott. Csak, ez, csak, azért tűnt tanúhegynek, mert belepte a por. <laughs> de még most egy kérdés megfogalmazódott bennem, hogy egyébként ez a, az elején, ami van, az a kis marsjáró, az, az, tényleg, hogy mondjam, az valóban volt olyan? Nem, nem. Nem. Tehát az egész kitaláció. Kitaláció, de látszik, hogy, azt, hogy a tervezők azok hagyatkoztak. Tehát látszik ebben a filmben, azért tetszik amúgy, mert a, a 2000-es évek elejének a, Náza NASA tervei, meg a, nem csak a NASA, hanem a Robert Zabrin, nevű fickó, aki, aki írt, akinek az agyszüleménye az a Mars Semi Direct, meg Mars Direct koncepció, hogy hogyan lehetne űr, elmenni a Marsra. Tehát azok lépten nyomon visszaköszönnek benne. Tehát itt valószínűleg nagyon rendesen konzultáltak a názásokkal. Tehát az a, az a, rover, amit ott látsz, ami egyébként neked érdekes lehet, mert az kb. egy ilyen csuklós valami. Igen. Tehát az, az kb. olyan, hogy, hogy úgy megy, hogy nem, nem egy egy jármű testről lóg le a hat kerék, hanem igazából olyan, mintha egy ilyen több kocsiból összerakott rendszer lenne, és azokon vannak a kerekek. Ilyen tervek is voltak, tehát a 90-es években ezek mentek, és a, a, az üreszköztervek is elég jól mondom tükrözik a nasa meg ennek a, a Mars Direct koncepciónak a, a, a terveit. És, és egyébként ezt tök jól megmutatták benne. Az persze egy nettó hülyeség, hogy, hogy ebben, de ez is nyilván látványból kellett, hogy maga az irányító központ, az egy földkörüli pályán keringő űrállomáson van. Hát ennek nyilván semmi értelme. Ha csak nem összefüggésbe hozzuk azzal a filmmel, amit múltkor néztünk meg, amikor, amikor ugye visszajön a marsról a kőzet, minta, és akkor azokat is egy ilyen földkörüli pályán keringő űrállomáson ja, kellett kipontolni. Az élet című film. Meg. Igen, az igen, élet. Igen, így van. Használjuk ki az az élőadás és az interakció adta lehetőséget, úgyhogy én bátorítom a kedves nézőket, hallgatókat, akik itt vannak most velünk a cseten élőben, hogy nyugodtan szóljanak hozzá, és ha van közben kérdésük, akkor, akkor bátran, most próbálom figyelgetni közbe a, a livestream melletti csetet és tudunk akár reflektálni is. Most beszéltünk már a küldetésekről, Miki, még röviden esetleg arról, hogy mikor lesz végre az első emberi küldetés. Itt ugye már nagyon sokszor nagyon sok dátumot lehetett hallani, és ezért mindig úgy van, mint sok más esetben, hogy tologatjuk. Mi most az aktuális, és mi a reális cél Hát ugye az az érdekes, és azért mondtam, hogy jól tükrözi a 2000-es évek elejének a vízióját ez a film, mert ez teljes egészében NASA üreszközöket mutat be, meg náza logós, nagy klasszikus, úgy szoktam mondani, hogy ilyen Battlestar Galactica kategóriás nagy izé, giga űrhajókat. Na most azóta ugye változott a világ. Sőt, már ahhoz kép... Sőt, egyébként még ugyanilyen jellegű űrhajókat mutat be még a Marsi is, pedig az egy sokkal... Pedig azt a filmet 2014-ben forgatták, és 15 ben mutatták be, ha jól tévedek. Tehát az azóta eltelt kevesebb, mint 10 évben olyan szinten rajzolódott át az, hogy hogy fogunk a Marsra menni, hogy most már például sokkal inkább el lehet úgy képzelni az egészet, hogy, egy, hogy mondjuk a SpaceX-féle Starship mint milyen multifunkcionális és többször felhasználható űrhajó, az nem csak az emberek holdutazásában, amit konkrétan terveznek néhány év múlvára, hanem a marsutazásban is úttörő és, és elsődleges szerepet kell, hogy játszon. Most, ha nem, lett volna, ha nem lenne a Starship, akkor azt mondanám, hogy mostantól még 20-30 évet kell rászámolni a marsutazásra. De mivel hogy úgy tűnik, hogy lesz ilyen, ezért nem, én nem tartom kizártnak, hogy, hogyha működik ez a fejlesztés, akkor 15 év múlva, de ez nagyon optimista, én csak azt mondom, hogy nem gondolom, hogy ez, ez várható érték, csak hogy azt mondom, hogy nem tartom kizártnak, eddig kizártnak tartottam volna, de most nem tartom kizártnak, hogy akár 15 év múlva embert lássunk a Marson. Na, de mi van a kínaiakkal amúgy, mert én egy kicsit ezen gondolkozok, hogy 2000-es ez a film, azért már akkor is látni lehetett, hogy ott valami fújódik. Tehát a Luffy-ban Luffy már megnyitották a héliumcsapot. A kínám, És kínaiak? Kínaiak, igen. Akkor ugye a kínaiak szupertitkusan tolták az elején, csak azért kiszivárgott ez az. Tehát azért 2000-es években már lehetett sejteni, hogy ők elkezdenek afelé dolgozni, hogy küldjenek embert az űrbe. De valójában az még akkor évekkel később volt. Tehát a kínaiak azok annyira nem, nem is jelentkeznek emiatt ebben a filmben, és aztán természetesen már a későbbi filmben, például a Marsiban, ugye már nagyon fontos, ott lényegében hát a kínaiak mentik meg, akik ugye a műpában tartják az űrügynökségüket. Igen, de, de, hát ugye, hogyha meg belegondolsz, hát azért ugye 2000-et írunk, és 2020-ba játszódik a film ami igen. már múltban volt, hát ez, ez, ez is kemény egyébként, szomorú, igen. de hogy, hogy ne, nem tudom, én egy kicsit utána néztem volna jobban, tehát azért nem egyszereplős ez az űr dolog. Egy Szergely nevű űrhajós van benne, meg európaiak, tehát hogy azt legalább lehet látni, hogy nemzetközi együttműködésbe képzelték el az akkor szokottnak tűnő partnerekkel. Tehát akkor még nem élesedett be 2000-ben ennyire ez az űrverseny. Tehát az még pont az előtt van. De igazad van. Tehát ha ez a film 5-6 évvel később készült volna, akkor elég furcsa lett volna, hogyha még említés szintjén se lettek volna benne kínaiak. De 99-2000-ben szerintem ezt még nem nagyon szabad nekik felrólni, főleg az emberes űrrepülések világában, mert természetesen kínai űrprogram az már van a 60-as, 70-es évek óta, de, de az, hogy önerőből felküldtek egy embert, az nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem 2004-ben vagy 2005-ben történt. És a filmben láthatjuk, hogy ugye az első csapatnak bekövetkezik hogy ez, a, ez baleset, és utána egész gyorsan reagálnak, és amennyire nekem átjött a film, hogy azonnal szervezik is meg a dolgokat, és indulnak, ugye a, a mentő expedícióra, a mentő külletésre. Ugye viszont azért az életben ez egy picit azért más, hogy mennyit vannak azért ö, fizikai akadályai, távolság, itt elsősorban, hogy ugye mikor is... Ö, lehet indítani a Mars felé, nyilván bármikor lehet indítani, csak ugye van egy optimális pontja, és hogyha 826 havonta állnak úgy a, a bolygók egymáshoz képes, hogy a, a optimális legyen Ugye a távolság meg az idő, de akkor is so, sok hónapról, fél évről, körülbelül annyi időről beszélünk, és itt ugye azért mindig szóba jön, hogy milyen hatásai vannak, a, a, milyen hatásai lehetnek az emberi szervezetre <coughs> az űrben eltöltött időnek. Itt ugye hosszabb és rövid távolatásokat is beszélhetünk, és nem feltétlenül um, egyértelmű dolgok is vannak. Tehát, hogy most ott az élelem és az üzemanyagon kívül, hogy most a sugárzás, kozmikus sugárzásnak való kitettség, vagy a pont a gravitáció, illetve annak a hiánya, hogy ez, ez milyen szempontból tudja befolyásolni a, a, az emberi szervezetet. Ugye Miki, neked azért a legutolsó szokolébreztőben erről, erről érintettétek ezt a témát. Persze, igen, mert tényleg egy űrorvos volt a vendégünk, a Boros Katalin, a doktor, nő. Ez egy nagyon jó adás volt egyébként. Ó, hát akkor mindenkinek ajánlom a meghallgatását. Szerintem is nagyon érdekes beszélgetés volt. Ugye itt az van, hogy hogy lényegében a hosszú távú hatások kifejezetten, ugye a rövid távú hatások az, hogy rókáznak az elején az űrhajósok, de ez néhány nap után nem múlik. A hosszú, a hosszú, távú hatások, az ugye lényegében három fő tématerületre oszlik, szerintem. Az egyik a csontritkulás, a másik az izomsorvadás, és a harmadik a kozmikus sugárzásnak a hatása. Mert az első kettő az a súlytalansággal magyarázható. Na most nem véletlen, hogy hogy jelenleg is vannak ezek a, akár egy éves, de minimum fél éves tartózkodások az ISS-en. Tehát ennek pont az az egyik célja, hogy tapasztalatokat szerezzünk arra, hogy egy marsutazást azt úgy súlytalanságban át lehet vészelni. Mert a súlytalanság az tökéletesen tanulmányozható az ISS-en, és azt már nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy, hogy egy simasú. Súly... Tehát van olyan ember, már a 90-es évek eleje óta létezik olyan ember a világon, konkrétan a Valeri Polyakov nevű rekorder orosz űrorvos egyébként, aki a egy egyhuzamban feltölt, fent töltött 400-valamennyi napot, aztán még ment még egy hosszú küldetést, és összesen valami 600-valamennyi napot logolt a csávó az űrben. Tehát az azóta is egyébként megdöntetlen rekord, és azóta egyébként az űrorvosok az bizonyítva látják, hogy az ilyen időtartamú űrutazásokat egy sima súlytalansági kaszniban, tehát egy űrállomás belső terében, egy űrhajóban túl lehet élni megfelelő testedzéseket természetesen, tehát most is mondta a Boros Kati, hogy, hogy naponta két óra testedzés az azért kötelező. Ami egyébként egy földi edzés, földi fél órás edzésnek. Megfelelő. Na már most azért mondom, hogy egy sima űrhajóban, mert ha megnézitek a Science fiction mindig forgó űrállomásokat meg űreszközöket látunk. Itt sincs ez másként, mert több olyan űreszközt is látunk benne, egyrészt a földkörüli űrállomást, Másrészt, ahonnan az irányítás zajlik. Másrészt magán a Mars űrhajón is van egy ilyen forgó körgyűrű, ami ugye a, 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 tehetetlenségi erő, a centrifugális hatás következtében ugye oda tapasztja az űrhajósokat, és azt hiszik, hogy gravitáció van. Ilyen értelme persze még hosszabb időre kinyújtható, de az az állítás, hogy ilyesmi nem kell, mert enélkül is túl lehet élni egy ilyet, ami azt jelenti, hogy valószínűleg, ha majd mennek emberek a marsra, ami akár 15 év múlva is bekövetkezhet, de mondjuk a következő 20 évben szerintem elég jó valószínűséggel, a, a, ott valószínűleg nem fogunk ilyen forgó látni rajta, mert nem lesz rá szükség. A harmadik dolog viszont, a kozmikus sugárzás, hát az a nagy kérdés, mert azt ugye nem lehet a Föld körüli pályán tesztelni. Tehát a, mert hogy az ISS az ugye földmágneses tér alatt repül, az ISS az 400 kilométer magasan van csak, és ezért ott ott, ott, ott ők relatíve védve vannak a kozmikus sugárzástól ahhoz képest, amit egy marsutazáson kapsz, és igazából az az igazi nagy kérdés. És azért kell a holdra repkedni még, mielőtt egy egyéves marsutazásban, vagy két évesbe belevág az ember, hogy legalább megnézzük, hogy ilyen közepes hosszúságú, mély űrbeli tartózkodások, mondjuk néhány hónap a holdon, az hogy viseli meg a szervezetet a sugárzási szempontból, mert az nem triviális. Ott meg lehetnek kellemetlen meglepetések szerintem. És ö, pont, pont a, a kozmikus sugárzásra ö, még, még az visszatérve, hogy ö, én nézegettem, amikor voltak ilyen hosszabb távú tervek, amikor már a mars kolonizálásáról volt szó, és akkor a jövő embere hogyan élhet, vagy milyen módon élhet meg a, a mars felszínén, és ö, a legtöbbször itt ö, majd hogy nem elkerülhetetlennek tűnt az, hogy, ö, hogy a Föld alá kellene. Beköltözni, legalábbis barlangokba, vagy valamilyen megoldás, hogy ugye ez a sugárzás, ugye, ami folyamatosan érkezik passzív módon, és a filmben is ugye ez előjön, hogy ilyen sok időt, talán a Don Chill karaktere egy évet, összesen majdnem egy évet lehúzott egyedül a felszínen, és ilyen szempontból az űrhajósokat ugye védeni kell, és a kérdésem igazából csak arra vonatkozik, hogy ha Hosszú távon le akarunk telepedni a Marson, akkor az ott feltétlenül a felszín alá kell, hogy tervezzünk valamit? Hát én úgy gondolom, hogy az a legegyszerűbb módja, mert persze lehet olyanokat csinálni, hogy viszel magaddal egy ólomból készült védőfalat, csak az ugye nehéz. Tehát az, hogy a helyi anyagokból kéne építkezni, akár egy vastag falat, vagy két rétegű falat viszel, és akkor valamilyen módszerrel a közöttelevőréseket feltöltöd a helyi Marsporral, mondjuk, és akkor kevesebb cuccot kell odavinni, vagy konkrétan tényleg, ahogy mondod, beásod magad a felszín alá. A Marson is biztos vannak barlangok, a Holdról már tudjuk, hogy vannak ilyen láva csatornák, amiben tök jól el lehet lakni, Még a hőmérséklet is kellemes egyébként, és a, és a felszín alá, alá meg nem jut be a sugárzás sem annyira, sőt, szinte semennyire. Tehát azért ezek, ezek jó dolgok. Én azt hiszem, hogy igen, ez egy fontos elem kell, hogy legyen, és, és hogy mennyire kell ténylegesen beásni az embernek magát a, fe, a felszín alá. Hát nem tudom, azért alapvetően a rövid távú marsutazási tervekben nem szerepelnek annyira nagyon beásott valamik, inkább úgy, tehát nem a felszín alá vannak beásva, inkább úgy szoktam látni ezeket a koncepciókat, hogy a lakó ráhordanak kívülről egy... Egy, egy nagy mennyiségű bizonyos marsport, tehát igazából inkább valamilyen ilyen fö, fö, földel, vagy hogy hívják, talajjal beborított kunyhóként tudom elképzelni, de szerintem valami ilyesmire feltétlenül szükség lesz. Nagyon érdekes dolgot ír Varga András, az egyik hallgatónk. Természetesen, ja, ezt nem ő írja most, hanem Gondolatmenet, amihez majd ez kapcsolódik, hogy persze, ahhoz, hogy ma emberek tömegesen lakjanak a marson, az felmerül a terraformálás. A terraformálásnak az egyik eleme lenne egy olyan légkör, meg ózonszerű réteg kialakítása, ami legalább a sugárzás egy részét kiszűri, hogy ne, hogy ne kelljen ettől félni. De azt írja a, a, a András, hogy, hogy van egy olyan könyv mostanában, hogy az idegen bolygón történő életben maradás problémáját úgy vizsgálja, hogy nem terraformálással, hanem génmódosítással. Tehát, hogyha Mohamed megy a hegyhez, hogyha a hegy nem jön Mohamedhez, tehát, hogyha nem tudjuk munkat rávenni arra, hogy, hogy hát kibírjuk, vagy, vagy, és nem tudjuk a marsot úgy átalakítani, hogy kibírható legyen, akkor mondjuk eltanulhatnánk valamit a medveállatkától. Vagy fel kéne keresni azokat a búvárokat, akik Csernobébe leúztak a, a, reaktor alá, és azok állítólag még valamelyik még ma is él, és lehet, hogy az ő génjeit kéne Igen sokszorosítani, mert ők biztos kapták az ívet ott. Így van, szó így van. Szóval ez hát, nagyon most, jó, igen. Visszatérnék erre, amit mondtál, Miklós, hogy három részre lehetne osztani ezt a hosszú távú hatásait, ugye a súlytalanságban és a, a, a földi mágneses téren kívül levő tartózkodásnak. Még van egy, szerintem egy dolog, amit már ugye az az űrorvos, aki veled volt a Cokorébresztőben, meg egy másik riportot is hallottam ez ügyben. Nagyon kihangsúlyoznak azt, hogy a pszichológiai, pszichiátriai hatások is nagyon fontosak. Följegyeztek többször olyan eseteket, amikor az űrhajósok, mondjuk, és teszthelyzet után elég fura viselkedést produkáltak, meg haza akartak menni, öngyilkosak akartak menni, stb. 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 És azért, hogyha megnézzük ezt a filmet, ugye, hogyha a szemed láttára tépődik cafatokra mindegyikem, mindegyik uh, kollégád úgy mond, vagy hát ezt nem is kollégának nevezném, tehát konkrétan ott a társad, tehát egy másik bolygón vagy. Ez, ez szerintem lehet, hogy egy, ez egy olyan sok, ami, sok, amire lehetetlen, vagy nagyon nehéz felkészíteni valakit, és... Uh, lehet erről beszélgetni, hogy még egy évet ott él, de szerintem nagyon-nagyon sok ember pszichózisba kerülne, és szerintem nagyon-nagyon nagy az esélyre, ez hogy igaz. az saját életét is ott a helyszínen megszüntetni a saját kezűleg. tehát szerintem ez, ez még egy olyan a dolog. A Marsiban ami... is ugye ugyanez a helyzet, és Igen. a Márs uta a Mark Watney esetében, és ugye azért különösen hátborzongató az egész. Mert oké, okay, igazad van, mondod, történtek ilyen vészhelyzetek, meg becsavarodások, meg pszichológiai problémák az eddigi űrrepüléseken is, de az eddigi űrrepülések esetében mindig, legrosszabb esetben is, ha úgy annyira durult a helyzet, akkor egy-két nap alatt uh, vissza tudtál jönni a földre. És a marsutazás esetében meg erre nincs lehetőség, tehát hogy bármi történik, évekig, tehát onnantól kezdve, hogy, hogy elhatározzak, hogy hú, ez a csávó becsavarodott, azonnal le kell hozni, az égi mechanika törvényei azt diktálják, hogy még az azóta is éveket jelent. És igazából ez az igazán durva. Tehát még a Holdról is haza tudsz jönni három nap alatt, hogyha bármi az van ilyen értelemben. Vagy hogyha technikai előkészítést igényel, akkor azt mondom, hogy egy héten belül haza tudnak téged hozni, ha úgy alakul. De a marsutazásnál ez nincs így és ez egy nagyon durva. Ez, éve. ez nagyon félelmetes, igen, hogy sokszor feljön ez azért, amikor ilyen témákról beszélünk, hogy a távolságok, és hogy annyira elképzelhetetlenül nagyok, hogy, hogy, hogy tényleg sokszor csak, csak, így lehet valamennyire szemléltetni, hogy, hogy évekről beszélünk, úgyhogy a, 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 földmarsról beszélgetünk, tehát, hogy, és akkor mi van még azon túl? Meg a naprendszerünk túlról arról még nem is beszéltünk. Igen. Úgyhogy köszönjük, köszönjük a, a génmódosítási kommentet. Nagyon érdekes. A Patreon, a Patreon követőinknek most ugye lehetősége van a, a cseten is hozzászólni, és akár kérdéseket is feltenni. Úgyhogy ezért is Javaslok mindenkinek, hogy ha teheti, akkor, akkor fizessen elő a Patreonunkra, a Parallaxis Patreon oldalára. De egyébként a könyvet akkor nevezzük a nevén, hogy aki nem látja ezt a, a kommentet, hogy igazából itt a Becky Chambers To Be Told If Fortunate című könyv, ami igazából ugye nem egy tudományos könyv, igaz, hanem egy, de javítsatok ki a tévedek, hanem egy science fiction, de hát igazából ebből a, ebből a gondolatból indul ki. Egyébként nagyon elolvasnék egy olyan könyvet és minimum egy ismeretterjesztő könyvet, ami, amiben ennek a realitását boncolgatja valaki. Én tényleg azt mondom, hogy a medveállatka génállományából nagyon sok mindent tudnánk tanulni mindenképpen, tehát űr űr kutatás, ide vagy oda, Azért, hogyha egy-két trükköt el tudnánk lesni, hogy az mi a bubánatban él túl mindent, akár éveket vákumban, kozmikus sugárzásban, úgyhogy utána hazajön és vígan szaporodik tovább, akkor azért, akkor azért nagyon sokat tudnánk megtolni magunkról is, meg az életről is. Tehát ez önmagában egy olyan projekt lenne, ami egy tipikus példája annak, hogy például lehet, hogy a marsutazás miatt kezdődnének el ilyen irányú kutatások, de amit megtanulunk belőle, az olyan lenne, aminek akkora haszna lenne, hogy az emberiség számára az beláthatatlan. Sányszor láttunk már arra példát, ugye, hogy a, a való élet, a tudomány science fictionből merít, és ami elsőnek egy kitaláció, képzeletmű volt, az pár évvel, évtizedek később pedig már a valóság, úgyhogy, úgyhogy miért ne? Hát az meg ugye teljesen világos, hogy hogy hát a mars utazás esetén, a csopordinamika is azért egy érdekes kérdés. És akkor itt inkább talán az Antarktiszi, meg egyéb ilyen tapasztalatokra lehet hagyatkozni, mert azért szerencsére ilyenek vannak, és, és nem csak Antarktiszi tapasztalatok vannak, hanem az a, a Amerikában több helyen is történnek ilyen. A Mars analóg szimulációk, magyarok is jártak ott, például a Keresztúriákos, azt hiszem ő, ő, ő járt meg, több más magyarok is részt vettek már ilyen, részben a NASA által szervezett, kísérletekben, hogy ott Jutában, például a Sivatagban, vagy ott a Grand Canyon köréken, tehát teljesen, teljesen marsszerű helyeken, több ilyen hely is van az Egyesült Államokban, le van rakva egy marsbázis, és akkor ott igazából lehet fél éves, egy éves, a többi időszakokat eltölteni. Egyrészt persze procedúrákat is gyakorolnak ott, segítenek kidolgozni ezek a, a szimulációk, a tudományos programokat is, hogy hogyan kell egy területet geológiailag felderíteni, meg hogy lehet együtt koordinálni a csapat működését. De, de hát igazából azt a tapasztalatot is be lehet gyűjteni, hogyha mondjuk négy-öt ember tényleg össze van zárva egy ilyen helyen, egy ilyen jellegű munkavégzés közben mondjuk egy évig, akkor abból mi sül ki. Állta, és az oroszok is csináltak ilyet, a Mars 500 nevű program, az európaiak is részt vettek benne, még még 2000-es éveknek a boldogabb részében, még a háború előtti időben, a, akkor az európai rűdnökség is részt vett. A Mars 500 programban 500 napra zártak össze embereket egy ilyen henger alakú űrlaboratórium szerűségbe a Földön, és akkor pont ez volt a célja, hogy megnézzék, hogy mennyire csavarodnak be, hogy menjek egymásra. És mennyi maradt az 500-ból? Éle, túlélték az egészet. Tehát, nem, nem, nem nyírtak ki senkit, senkit nem közösítettek ki, nem dobtak ki az űrhajóból, nem hagytak hátra a marson, a szimulált marson se senkit, hogy az okoska mindenki agyára ment, úgyhogy kötözzük hozzá egy kőhöz, és ne hozzuk vissza, szóval ilyenek nem voltak. Tehát tulajdonképpen van még remény. Akkor jó. Na de még, még visszatérnék, bocsánat, még egy, egy gondolat erejéig, hogy ez a hova, hova fúrjunk és mit tegyünk a, a ház tetejére, azért itt szerintem nem gondolják ezt végig az emberek, tehát hogyha kimész, fogsz egy ásót és felásol egy három négyzetméternyi területet, megizzadsz. Na most utaztál 8 hónapot a marsra, a szíved körülbelül fele akkor erőszem a zsugorodva, a csontsűrűségednek elvesztetted a mit én hány százalékát, sorvadásod is van, esélytelen, hogy te ásni fogsz, esélytelen, hogy te mozgatni fogsz ilyen szintű tömegeket a Marson, szerintem. Még te akkor tesz... is, ha csak egyharmada gravitáció. Persze. Igen. Tehát igazából arról van szó, hogy hogy ezeket már úgy kell, hogy ott találják. Tehát ezt nyilván robotoknak kell megépíteni, vagy barlangba, szerintem barlangba kell menni. Olyan Ő... helyre kell menni, ami már ott van. Tehát vagy barlang. Az lehet, igen. De, de mindenképp vagy attól ott van, hogy egy természetes, mint amire Igen. utalsz, hogy egy barlang. Vagy megcsinált egy fúrógép előtte. Igen, de, de ugye jelenleg is, és a Marsiban is ezt láttuk, meg, meg ugye itt is ez van, hogy igazából, és a Robert Zubrin féle Mars Direct Project tervben is ez van, hogy előre küldenek automatikus egységeket, és azok ott várják. Most ebben belefér egyébként nekem az, hogy egy, hogy egy automatikus markológépet is oda küldenek, ami már, már úgy várja a lakó egység az embereket, hogy már rá van lapátolva, nem tudom, több száz köbméternyi marspor, hát végül is figyelj, hát a helikopterünk van a Marson, tehát most akkor miért ne lehetne egy, egy, egy nagy izé, kanalas markoló, vagy micsoda. Tehát, hogy... hát igen, csak hogyha belegondolsz, ezt mondtad, hogy most reálisnak tartod, hogy 15 éven belül oda menjenek emberek. Nem tudom, ez a Marson piknikezés, ez számomra egy kicsit Fura. Jó, persze, tehát nem a négyes metró sebességgel kell kiépíteni a vasbázist, tehát ez világos, hogy, hogy, jó, de hát azért, ha megnézitek, hogy Kínában 15 év alatt mi minden nő ki a földből, mondjuk ott tehát, hogy jó, hát vagy Dubájban, vagy, tehát, hogy valójában, valójában, szerintem ez csak akarat kérdése, mert hogyha az Elon oda akarnak hát küldeni... Hát az ember élet nem számít. Ja, szóval. hát ez meg a másik, igen. Igen, hát de ez is megint akarat. Ugye, kérdés. Igen, és akkor visszatérhetünk ugye a filmhez is. Tehát bocsánat, hogy ennyire negatív vagyok, de azért, mert könyörgöm, egy ember túlélte ott. Tehát most csak gondoljunk bele, van értelme őt megmenteni? Ez szerintem ez egy iszonyat nagy eti... ez egy etikus kérdés, etikai kérdés, hogy a realitásban, hogyha tényleg történne egy ilyen, és tényleg egy ember maradna ott, ezt megmentenék? Mert szerintem nem. Csak akkor mennének oda-vissza, hogyha bebizonyosodna, hogy valamit onnan el lehetne hozni, ami utána nagyon értékes lesz a Földön, de csak azért, mert hogy egy ember életben maradt. Ez, ez ezt én már a 2014-es filmnél is, tehát hogy szerintem egy ember miatt nem is. Ráadásul nem is voltak benne biztosak? Itt a mi filmünkben most, hogy ő életben van. Igen, -e? igen, igen, de igen. Sem. Hát a, a másikban se, de ugye ebben Na so. Jó, jön. de egy olyan tudományos jelenségről küldött egy jelentést, amit viszont mindenképp oda mennél megnézni. Hát, valóban igen. Tehát abból a beszámolóban, ami átjött, akkor a fickó elmesélte, hogy itt mi történt. És az már meg egy olyan nagy energiaimpulzus, tehát hogy az már tisztán tudományos szempontból is, ugye itt ezek felfedező kutatások. Tehát én szerintem még ha nem is maradt volna életben sem, senki, ez akkor is előbb-utóbb, talán akkor inkább utóbb, mint előbb, de, de mindenképp ez annyira foglalkoztatta volna az embereket a kérdés, hogy már csak ezért is oda küldtek volna szerintem egy expedíciót. Hát igen, csak hogy mondod, inkább utóbb, mint előbb. Azért a Mars nem úgy utazunk, mint a Kávin térre. Itt, itt, azért észbe kell tartani egy pár dolgot szerintem. Tehát, hogy, hogyha tényleg valami olyan szintű felfedezés, akkor szerintem azt nehéz eladni a a fejeseknek, akik a pénzt adják rá, mert ugye nem is olcsó. Akkor visszamenjünk, tehát akkor biztosan menjünk vissza. Tehát az a szabály, technikai probléma esetén az űrhajósokat bizony fel kell áldozni, hogy minél többen maradjanak életben. Majd egyébként, tehát konkrétan vannak ilyen protokollok, tehát még a 60-as években a Gemini programban két személyes űrhajók voltak, és úgy volt, hogy az egyik a kettőből rendszerint kiment űrsétálni, és egy kábellel volt bekötve. Egy köldögzsinóron ment ki, és ott az volt a protokoll, hogy ha valami miatt a csávóka nem tud visszamászni a kabinba, akkor, akkor a, a parancsnoknak, vagyis a másik űrhajósnak el kell engednie a kábelt, mert a kábel egyébként a nyitott ajtón keresztül ment, és nyitott ajtóval nem lehet visszatérni a légkörbe, tehát el kell akkor vágni úgymond a köldögzsinort, tehát lényegében megölni a másik űrhajóst, és akkor becsukni az ajtót, és egyedül hazajönni. Ugye ezt úgy hívják a, a gépészetben, hogy meleg tartalék. Tehát, hogyha meleg tartalék, akkor ott van a mondjuk a kazán mellett a tolózár, és akkor, hogyha bármi gáz van, akkor gyorsan azt kidobod, beteszed az újat. Uh -huh. És ugye a hideg tartalék meg berendelendő. Kapjuk közben kom kommentbe, és ezzel csak egyet tudunk kérteni, hogy a filmforgatókönyv szempontjából volt értelme megmenteni a fickót. Mert hát rengeteg tudást adott át. A kérdés az, hogy természetesen, ahogy mondtad is, hogy valójában nem lehetett tudni elő egyáltalán, hogy éle. Tehát az, az egész az csak egy elmélet volt. Még annyira, még, még ez szemben van a Mark Watnish helyzettel, hogy itt tényleg még azt se lehetett tudni, hogy konkrétan életben van-e a fickó. Sőt, azt kellett volna, hogy gyanítsák, hogy nem maradt életben. Hiszen végül is tényleg csak azért tudott életben maradni, mert hogy ő kitalálta, hogy ott hogy, hogy tud egy ökoszisztémát Igen. létrehozni a kabinban, növényekkel, meg minden. És ez nem látszott fölülről, tehát nem látták egy mars körülkeringő műholdal a, a marsannal szemben, hogy, hogy ottan mozognak a dolgok, meg egyértelmű jeleket küldött már a végén a csávó, tehát lehetett tudni, hogy ez az ember ott él, meg már kommunikálni is tudtak vele, de, de itt ugye ilyesmiről nincs szó. Ugye egyrészt indíthatjuk úgy, hogy ugye a mars, marsi atmoszféra 1%-a körülbelül a, a, a földiének. ott már ugye alapból problémás. A film elejé például az a, az a nagyon intenzív vihar, bár mondjuk azt esetleg mondhatjuk, hogy az, a, az az objektum hozta létre, de minden esetre ugye a, az a marsinek is az egyik, hanem a legnagyobb pontatlansága, hogy olyan ö, intenzitású és, és erejű viharok nem tudnak kialakulni a mars felszínén. Itt még a, a maga az oxigén kérdése is, hogy olyan sokáig életbe kell, hogy maradjon, és ezért elkezd növényeket termeszteni ott egy ilyen kis fúlia sátorban, ez nekem az ott egy kicsit így így, így vagy megingott egy kicsit a dolog. Nem vagyok benne biztos, hogy annyi növény alatt képes lenne magának oxigént termelni, és ráadásul úgy nagyon bele sem megy a film a, a tudományos részébe, a Marsival ellentétben. Itt erre nem a kapunk választ, hogy ez így hogy sikerült. Hát ugye eleve érdekes, hogy miért kellett neki eleve növénytermesztést ráadni a fejét, mert, mert hát ugye... A marsi tartózkodásokat azért nem néhány naposra tervezik, hanem mondjuk, itt a filmben is egyébként azt mondták, hogy egy évet töltenek a marson. Ez kb. reális is, mert mondtad ezeket az indítási ablakokat, igaz? Tehát, hogy tényleg úgy, ó, hogy, hogy, hogy valahogy úgy számolják ezeket a mars felszíni tartózkodásokat, hogy megint egy viszonylag energiamentes pályán visszalehessen, vagy nem energiamentes, tőle, hanem minimális energiájú pályán visszalehessen jönni a marsról a Földre, ott is ugye várni kell, tehát fél év alatti marsi tartózkodás, de inkább egy évet nem szoktak, tehát na, fél, év alatti, fél évnél rövidebb tartózkodást nem szoktak tervezni. Ha, ha viszont meg arról beszélünk, hogy akkor még az összes több űrhajós meghalt, tehát akkor az eleve odavitt fél évre elegendő oxigénkészletet egyedül kellett neki elszívnia, akkor igazából nem értem, hogy miért volt neki annyira nagy probléma, bár ugye nyilván több idő telt el. Tehát tudom, hogy azt hiszem 13 hónap kellett ahhoz, hogy a második csapat odaérjen. Tehát több mint egy évet egyedül élt. Egy föld, több mint egy földi évet egyedül élt az emberünk a marson, de, de őszintén szólva, nekem nem hiányzott volna a forgatókönyvből ez a dolog akkor se, hogyha a növényekről nincs szó. Tehát, hogyha azt mondja, hát amúgy én itt élek azóta kész. Tehát ne. Bennem nem betődött volna föl, hogy ja, és honnan, miből veszik ki az oxigént, tetszik érteni. Tehát, hogy, 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 nekem ez nem, nem lett volna akkora baj, szóval lehet, hogy azért is nem haraptam rá. Mert amúgy meg nyilván nonszensz, hogy egy ember ennyi salátával megtermeli a magának való oxigént, ha nincs semmi más. Tehát az a tökre egyetértünk. Csak igen. Nyilván egy, egy jó Hollywoodi filmnek megfelelően több probléma is felmer az utazás során, amíg odaér ugye a, a második küldetés megmenteni a ott maradt űrhajósunkat. És um, egy mikrometeorit okoz egy nem is, nem is pici amennyire pici, annál nagyobb problémát. Ugye ezek nagyon-nagyon nagy sebességgel közlekednek ugye a vákumban, ugye itt, itt, kilométer per szekundumban adjuk meg általában ezeknek a sebességét, ami, ami már önmagában jelzésértékű, hogy itt, itt hatalmas sebességekről beszélünk. Ráadásul hogy esetleg még úgy jön ki, hogy egymáshoz képest mondjuk maga az űrhajó és a mikrometeorit ugye hogyan, milyen irányban halad, ugye itt relatív sebességről is beszélünk, mindesetre nagy-nagy-nagy károkat tudnak okozni, és uh, még az űrhajósunk kezét is át, át uh, lövi az a kis, uh, kis uh, tárgy, és um, ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy fel vannak-e készítve a, a mostani, a modern uh, űrhajók ilyen, ilyen típusú beáltásokra? Ugye volt egy, pár évvel ezelőtt egy incidensünk az ISS-en, ami ugye hát nem mikrometeorit volt, ahogy utólag kiderült, hanem inkább ott, ott, ott emberi tényező, és ott manuálisan történt valami, de minden esetre ott is komolyan vették ezt a dolgot, de kérdés az, hogy egy ekkora Pici kis lyuk is tud ilyen drasztikus és ennyire sürgető problémát okozni egy ekkora űrhajón? Szerintem tud, tehát az egy olyasmi, amitől mindig nagyon is félnek. Természetesen időben kell észrevenni. Jó, hogy mondod, az ISS az többször is szenvedett már lyukadást. Volt az, amit egészen egyszerűen a Gersz nevű német őrhajós egy, egy sima szigetelő szalaggal fixált, mert megtalálta, hogy hol van a lyuk. Az a jó az ISS-ben, hogy modulokból áll. Tehát ha nem tudod, hogy hol megy ki a levegő, akkor elkezded módszeresen lezárogatni és hogyha elég pici a lyuk, akkor van, idő, akkor van elég időt, hogy végigpróbálgass, de ezt is legalább ki tud zárni. Ugye ott az volt a történet, hogy, hogy amúgy az egyik szojuz űrhajón volt a lyuk egyébként, arra gondolsz szerintem, ugye? És akkor a elkezdett esni a levegő, de hát ez egy ilyen milliméternél kisebb, bici-pici kis lyuk volt, relatíve nem volt olyan ütemű a nyomásvesztés, hogy, hogy mondjuk mit tudom én, másodpercek vagy percek alatt kellett volna cselekedni, mert akkor nyilván nem lett volna lehetséges, hanem kb. detektálták a nyomásérzékelők a nyomásesést, és akkor fél nap alatt szépen lassan, szisztematikusan kikövetkeztették, hogy hol megy ki a levegő, és aztán végül észrevették a lyukat a szemükkel, és akkor leragasztották. Az űrhajókat, hogy mennyire védik, hát egyébként igyekeznek, persze most ezt úgy kell általában elképzelni, hogy van ilyen több rétegű borítás az űrhajón, ami igazából úgy néz ki, mintha ilyen távtartókkal egymástól bizonyos távolságban lennének párhuzamos falak felszerelve. Nagyon könnyű dolgokat kell elképzelni de gondoljunk bele, hogy az egyiket átviszi a meteorit, mondjuk mit tudom én, azzal tizedére csökkenti a mozgási energiát, a második fal az még annak is a tizedére, a harmadik már az ezredére, akkor meg már annyira lefékeződik, hogy mire konkrétan az űrhajónak a falát eléri, addigra már nem, nem jelent veszélyt. Természetesen az űrsét a során, az űrhajós pici, tehát nyilván az, űrhajó, az hogy az űrhajóst magát eltalálja egy, egy törmelék, egy ilyen mikrometeorit, hát úgy a valószínűség az a geometriai méretével vagy hát a meteorit raj irányába eső keresztmetszetével arányos. Nyilván most egy ilyen, tehát nyilván egy, egy két négyzetméter felületű űrhajóst sokkal kisebb valószínűséggel talál el, mint a focipálya méretű ISS. -t. De hát hogyha egy ilyen betörténik, akkor bizony nagy a azt. Tehát valóban igaz, hogy persze maga az űrruha is egy 24 rétegű szerkezet, mindenféle rétegek váltják egymást. Többek között amúgy elvileg épp a mikrometeoritok elleni védekezésként is, de, de hát azért nyilván, hogyha mondjuk a sisakodók Igen, csak gondolom az megy... a por, por, meteorit, tehát Igen. azért egy, egy, 9 mm esen át lehet az élőnyi az űrruhát. Na persze, csak nyilván a valószínűsége, hogy milyen valószínűsége van egy törmelék méretének, az is egy ilyen eloszlás, hogy, hogy a icipicikből van nagyon sok, hogy az, hogy, az, hogy egy ilyen félcentis Kődarab szembe jöjjön, az tényleg gyakorlatilag, gyakorlatilag csodaszámba menne. Ettől még persze fizikailag nem egy lehetetlen esemény. Igen, de hogy nekem most az jutott eszembe az adasztrában, amikor ott a Neptunusz gyűrűkön úgy megy át, ugye a, a, a srác, hogy maga elé tart egy ajtót, és akkor így kivédi a mikrometeoritokat, tehát valószínűleg akkor erre biztos méretezve vannak ezek. Amit én fel akartam, akartam hozni ezzel kapcsolatban, tehát, hogy ugye amit, mond, ahogy mondod is, Mikros, négy rétegű idő, hogy ha mondjuk lenne egy, akkora a meteorit, hogy átviszi a negyediket is. Ugye ilyenkor elkezd szökni a levegő elég gyorsan az űrhajóból, tehát hogy most így relatív nagy, tehát mondjuk már egy két centis mm -hmm. luk az elég nagy. Ja, hát az nagyon Most gondoljunk gondol. bele, hogyha van mondjuk egy nagy strandlabdád, és mit tudom, én, kerítésre felakad, akkor elég gyorsan leereszt. És hogyha viszont ilyen nagyon gyorsan elkezd szökni a levegő, ez olyas, mint egy láncreakció. Tehát, hogy lehet, hogy olyan gyorsan kezd szökni a levegő, hogy ugye ez a ez a vágás, amit ejt az, a, az oldalán az űrhajónak, ez nem egy tökéletes kör, mert ha tökéletes kör lenne, akkor viszonylag nehezen tudna tovább terjedni a repedés, de mivel ez egy ilyen amorf alakú geometriai alakzat, ahol bejött a, a mikrometeorit, ennek a, repedés, tehát a szélső pontjaiban elég könnyen el tud indulni repedés, és előállt az az állapot, hogy ez konkrétan így kihajlik, és még nagyobb lesz, és megszalad az egész. Tehát ezért mondom, hogy nem mint egy láncreakció, tehát hogy... Igen. Most, hogyha belegondolsz, például volt ez egy pár hónapja, hogy valahol Németországban volt egy ilyen iszonyatosan nagy akvárium, és ott is egy pici repedés volt, de ugye ez elindult, és utána meg pa, mindegyik hal megdöglött, meg ellentette a házakat a vízbe minden. Igen, erre kiváló példát láthattunk ugye az Alien filmekben, amikor a szenomorfot kirántja az űr Vákuma és... Nem lehet fincsi. Én nem lennék ott egy ilyen helyzetben azért. És, és amit itt még mindenféleképpen meg akartam ö, említeni, mert az viszont az, az teszi fel az ira pontot, ugye amikor előáll ez az oxigén hiányos állapot, és már a főszereplőn, geri, geri színészen már, már, már el is veszíti az emlékezetét, nem tudom, hogy szimpátiából, de még a központi számítógép is elkezd dadogni, és csuklik el a hangja az, az oxigén hiányra. Hát igen. Figyelj, a, a, a Tyrannosaurus Rex hangú por pióca után szerintem ez a legkevesebb, hogy dadog. Jaj, de tényleg hangjük. egy kicsit beszéljünk már erről a kozmikus civilizációról is, meg, de ugye a nagy megfejtés, ugye a nagy megfejtés az az, hogy azt a porcicát, vagy mi porördögöt. Porpióca. Vagy igen. mi a bubánatot. Porpiócát, igen. Azt igazából egy rossz válasz idézte elő, ami nem is egy rossz válasznak volt számva, hanem hogy ő mindig folyamatosan sugároz valamit, amit úgy lehet dekódolni, hogy hát legalábbis a magyar szinkronban, mert most ezt kivételesen magyarul néztem, mert ugye az az irányelv, hogy nézzük magyarul a filmeket, amikor erre készülünk, tehát akkor azt mondja, hogy kromoszóma párok, hát ez hülyeség, azok bázispárok, ugye? Tehát az egyetlen mutatja, hogy a, hogy a DNS szekvenciának, ugye az ACTG bázispároknak a sorrendjét rádió lekódolva tulajdonképpen sugározza ez a cucci, és akkor igazából az emberi DNS-nek egy szakaszát sugározza, ilyen módon lekódolva, ezt ők megfejtik, és igazából a végéről hiányzik egy bázis pár, kromoszoma párnak mondják még egyszer, de ez hülyeség, tehát a, rajz, a rajzból, amit kirajzolnak, egyértelmű, hogy ott arról van szó, szóval, hogy hiányzik egy bázis pár, ami igazából egyetlen egy karakter, mert ugye vagy A, G, vagy C, vagy T, tehát igazából egyetlen egy izét bázist kér be, mert ugye ha már az egyiket tudod, akkor abban következik, hogy melyik a másik, ami kapcsolódik hozzá a túloldalán a DNS spirálnak. Na, szóval, hogy azt azt az adatot beadod neki, akkor ha jó választ adsz, akkor kinyílik a marsarc és beengedik őket oda a virtuális, vizuális valóság, mi, vir, vizuális? Vizuál, <laughs> a vizualizációs centrumba, ahol ugye virtuális valóság technológiákkal. Holofedélzet, hol, igen. Igen, ez, így van, ez olyan, mint a holofedélzet, ugye? beadják a jó választ, és akkor kinyílik a mars arc, és akkor ez a, ez a vetítés, ez tudatja velük a történetet. Hogy bizony itt a mars, az kapott egy rohadt nagy gellert, neki ment egy aszteroida, ami miatt lakhatatlanná vált, és érdekes, hogy ez egy olyan civilizáció volt, ami nem tudott védekezni ezzel az aszteroida ellen. De utána kb. egy másodpercen belül felszálltak az... De azért mégiscsak, tehát... tudtak annyira, <laughs> igen, mégiscsak tudtak annyira... Igen, tudtak annyira űrutazni, hogy rohadtul elhúzták a csíkot egy másik spirálgalaxisba. Tehát nem is az, hogy egy... Meg a Földre. És a, igen, és a Földre meg csak úgy búcsúzóul, még egy ilyen kis izé, még oda küldtek. És ebből a génkoktélból lettünk mi. Tehát egyrészt ez egy nagyon jó ötlet amúgy, mert ez tudományosan a, ugye ez a pánspermia elmélet, hogy, hogy mi simán előfordulhat most már egyébként úgy lehet gondolni, hogy, hogy ez tényleg meg, megeshet, hogy a naprendszer egy pontján kialakul egy éle, az élet, és akkor nem feltétlenül űreszközökkel, de mondjuk meteorok, meteoroidokon átjuthat az élet egyik bolygóról a másikra, úgyhogy ilyen elé, eléggé jól tűrik a dolgok a kozmikus sugárzásnak meg a hideget, meg a meleget, de ilyen medveállatkánál is strapabíróbb kis bacik, akik még azt is túlélik, hogy fölfelé keresztül repülnek a légkörön, aztán, mit tudom én, akár évezredeket bolyonganak a vákumban, aztán véletlenül lepottyannak a, a Földre egy meteoritban, át fölizzanak a légkörbe lépve, becsapódnak rohadtul, de aztán mégiscsak belepottyanak a vízbe és elindul az élet. Most az a vicc, hogy ez kb. lehetetlennek tűnt még néhány évtizeddel ezelőtt, de aztán szépen sorba belátták a tudósok, hogy amúgy ez egyáltalán nem kizárható. Tehát, hogy, hogy most már egyre jobban meg vagyunk lepődve arról, hogy ilyen extremofil élőlények mi mindent kibírnak, tehát igazából még simán tényleg elképzelhető, hogy így egymást letüsszentik és élettel összefertőzik a bolygók, ez egy tök jó gondolat, és akkor így derül ki, hogy igazából valójában mi is egy marsi génkoktélból fejlődtünk ki. Most egy evolúciósan megkérdőjelezhető. Igen, csak nekem az az egy, az az egy problémám van ezzel, hogy oké, okay, hogy átér egy másik bolygóra, és oké, okay, hogy még a fölízást is túlél, meg bemennek a medvállatkák a vízbe. De ugye lehet, hogy más bolygó nem olyan, mint a Föld. Tehát nem ilyen a, a, a légköre, nem a vízből van sok, hanem mondjuk metánból, persze, mi az biztosítja így. azt, hogy ugyanaz, ugyanaz, a faj fog kifejlődni ott. Hát ezzel csak nem egy, ezzel csak a faj. Egy, egy, alap, Igen, alapot persze. ad. Persze. Nyilván Tehát tök tök más nem mentem meg a Kifejlődni. Igen, ez így van. Tehát nyilván mi is amúgy máshogy nézünk ki, mint azok a hu humanoidok, amiket Igen. látunk. Tehát ezek ilyen avatárokhoz hajaznak leginkább. Igen, az is lehet egyébként, hogy ezek tök máshogy néznek ki igazából, csak így jelennek meg ebben a virtuális valóságban. Tehát amit így mondasz, is, hogy megfertőzöd, adsz életet, tehát életet az el fog indulni, de az... egy evolúciót adsz annak Persze, a igen, tök más Nem lesz pedig ugye magadat Így de. van, természetesen. Tehát oda évmilliárdok telnek el utána, vagy minimum alsó hangon is évszázmilliók. Tehát nyilván persze. De maga az alapkoncepció érdekes, mert azt nem tudjuk, hogy Ugye azt tudjuk, hogy a fő, naprendszer 4,6 milliárd éves, és azt is tudjuk, hogy 3,5 milliárd évvel ezelőtt már volt a Földön élet. Mert a stromatolitok azt mutatják, ezek a nagyon primitív élet, ilyen teleptes, ilyen, mit tudom én, kovamoszat, vagy telepek, megkövesedett valamilyen ilyen nyomfosszíliák utalnak arra, hogy bizony-bizony, már a naprendszer első 1 milliárd évében megjelent a Földön az élet. Az más kérdés, hogy az a nagy robbanás, hogy amikor, mit tudom én, egysejtőeknél fejlettebb élet jelent meg, az, az még három milliárd évet váratott magára, a, a kambriumig kb. ugye? Tehát, hogy a 500 millió évvel ezelőtt kezdett úgy igazán bedurvulni a buli, de, de az, hogy a Földön megjelent az élet, az relatíve hamar megtörtént, és ez nagyon érdekes, hogy most akkor most ez mennyire. Általános, tehát lehet, hogy akkor a primitív élet az egyszerűen kialakul mindenhol, vagy lehet, hogy egyszerűen máshol alakult ki, és ide jött. Nekem most egy nagyon vad ötletem lett, most megszületett bennem, most, hogy te beszéltél, hogy mi van, hogyha ezek a földtípusú bolygók olyanok, mint egy tojás, egy fias tojás, ami ott van valahol, és ott van az, ott van az életnek a, a csírája benne, csak megfelelő hatások egyidejű fennállása kell, hogy elinduljon. Uh -huh. És ez a Földnél meg volt akkor, és lehet, hogy mondjuk máshol már ki is halt mindenki, lehet, hogy a Marson már kihaltak, vagy még nem, értitek, hogy ja. mire gondolok? De lehet, hogy pont a Marson volt jobb akkor a környezet. Tehát lehet, hogy a Mars volt az a tojás, ahol akkor éppen lehet. minden rendben volt. Például a Marson lehet, hogy volt folyékony ammónia, most a mostani pőmérsékletéből indulunk ki, akkor lehet, az lehetett tehát az élet kialakulásához az tök jól jönne, de a Földön tudomásunk szerint akkoriban nem volt. Tehát értelemben még azt is el lehet képzelni, hogy lehet, hogy a, hogy a korabeli marson jobbak voltak az élet kialakulásához a körülmények, mint itt, aztán itt meg jobbak voltak a hosszú távú felmaradásához a körülmények. Tehát itt csodálatos. És, és mindenhez a Vénusz nyújtotta a... Human Igen. Nem tudom, Igen. most csak mondtam valamit. Hát ott is érdekes dolgok lehettek. Á, tehát lehet, hogy csak az egyik, az egyik ősünk származik a marsról, és akkor lehet, hogy még innen-onnan is. Én, én, én ezt... mi, mi, van, mi van, hogyha az egész naprendszer egyben működik? Tehát minden onnan jött valami. Minden bolygóról kaptunk egy kis inputot. Na hát ez az. De ez az, hogy igazából ehhez kéne tudnunk, hogy vajon mennyire automatikus az élet kialakulása. Erre mondom, hogy igazából nincs adat, mert még csak egyetlen egy életet ismerünk a Földét. Marha érdekes lenne. Mondom azt, hogy ilyen hamar megjelent az élet, ez akár arra is utalhat, hogy nem is annyira bonyolult hogy megjelenjen az élet, hanem, az, hanem, aztán az, ami még a három milliárd év után történt, hogy nagyon bonyolult fejletté váljon az élet, az lehet, hogy az volt a nagy truváj. Tehát lehet, hogy a, az ilyen alapszintű életformák, azok az őslevesből, azok egy milliárd év alatt ilyen nem elhanyagolható valószínűséggel össze tudnak állni más őslevesekben is, ahogy mondjátok. Azt meg biztosan tudjuk, hogy, vagy tudni szerintem, hogy ilyen fejlettebb élők, mondjuk mit tudom én, olyan hozzánk hasonló, vagy akár az állatokhoz hasonló fejlettségű lények, azok, azok viszont csak a Földön vannak, a naprendszerben. És hát ez is... A filmben is láttunk ugye a, az, az hívjuk így az őseink reprezentációját, tehát ilyen magas és nyulánk szerű, bár a bőrük nagyon furcsa volt, de minden esetre az talán magyarázható a, a, a kisebb gravitációs vonzással, hmm. ami ugye a van, hogy, egy picit azért a humanoid formájúak voltak, de Magvannak a közös vonások, de, de nyilvánvalóan voltak különbségek. Igen, de például az, hogy nekünk négy végtagunk van. Tehát hogy ez, ez egy érdekes kérdés, lefújtattak ilyen, ilyen gondolatkísérleteket, hogy mondjuk ha nem, a, 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 ha nem az emlősökből, hanem mondjuk a dinoszauruszokból alakult volna ki az értelmes lény, akkor az mennyire hasonlított volna a végeredmény ránk? Nyilván, és akkor lehet, gond, lehet ilyen érveket felhozni, hogy felegyenesedve kell járnia, hogyha egy szárazföldi lényről beszélünk, akkor kell, mert hogy legyenek végtagjaim, amiket tud használni, nyilván nagyobb kell, hogy legyen az agytérfogata, tehát viszonylag nagy kell, hogy legyen a feje a testéhez képest, stb. stb. stb tehát, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen elég sok mindenből talán úgy jön neki, hogy valamiféle evolúciós szükségszerűség az, hogy egy értelmes lény az valahogy egy kicsit hasonlít ránk, Na de én ebben sose hittem igazán. Például azt például tuti, hogy egy, egy tök véletlen, hogy nekünk négy végtagunk van, és nem hat. Tehát, hogy mondjuk, hogyha annak idején a, a, a szárazföldre egy olyan hal mászott volna ki a két éltőek őseként, aminek történetesen nem két pár uszonya van, hanem három pár uszony, és akkor ezen a fejlődési útvonalon indultunk volna tovább, mert amúgy ilyen halak is vannak, akkor, akkor most valószínűleg úgy rohangálnánk itt, mint ahogy például az avatárban lehet látni ilyen pörölycápa fejű állatokat, amikor rohangálnak az erdőbe, és a hat lábuk van. Tehát, hogy, hogy, hogy és még teljesen benne lettek volna a pakliban. Tehát ahhoz képest, hogy már az elején egy egysejtű génkoktélt viszát a marsola földre ez a kis kapszula, na most ahhoz képest nagyon esetleges tényleg, hogy ennyire hasonlít ránk a végeredmény. Tehát szerintem, azért... szerintem ez, ez, ez végtelen, végtelen uh, fajta lehet. Tehát ugyanannyira, mint amennyire végtelen lakató bolygó lehet, annyira végtelen kinézetű humanoid lehet, ha nevezhetjük így. Hát ez az. Hogy, hogy tehát, <coughs> akkor nevezjük és, és, ezek, és ez tudod, ez olyan mindegy fa, hogy minden, minden, elágazik, és akkor mindegyiknek végtelen elágazása van. Tehát ez egy ilyen... Igen, csak a, csak a szelekciós nyomást ne becsüld le. Mert hogy, mert hogy van ilyen nagy konvergens evolúció, ami azt jelenti, hogy egymástól teljesen független fejlődési útonalakon ugyanúgy kinéző dolgok jönnek létre. Mert hogy ugyanaz a feladata. Tehát az ichthyosaurusnak mondjuk, meg a palackorú delfinnek az égvilágon semmi köze egymáshoz, mert az egyik egy hüllő, a másik meg egy emlős, de mégis gyakorlatilag ugyanolyan alakú, mert ugyanazt az evolúció, ugyanazt az. Ök ugyanolyan körülmények között ugyanazt csinálták. Még ennél is szembetűnőbb talán a példa, bár nem ennyire távoli a fán, mondjuk a, a kedvencem az a már kihalt állat, az ausztrál erszényes farkas, ami, ami, egy erszényes emlős, tehát ilyen módon már baromi korán szétvált ugye a mélepényesektől, de mégis a koponyájának az alakja, gyakorlatilag megkülönböztethetetlen egy farkas kutyájétől. Tehát ugye, hogy anatómia, vagy ilyen állatrendszertan vizsgákon rendszeres szivató kérdés, amit az esetek mintegy százszerzalékában be is buknak a júzerek, állítólag, hogy, hogy elérakják a két koponyát, és hogy, vagy hogy az egyiket, és hogy mondja meg, hogy ez mi, és akkor persze beklasszifikálja a farkas kutyának, és kiderül, hogy az egy erszényes farkas, ez az állat, ez még az 1920-as években még élt belőle az utolsó, tehát ez nem rég halt ki. Amúgy pont attól halt ki, hogy amikor megjöttek az európai betelepülők, akkor hozták a kutyákat, ezeket a dingó, vagy micsoda nevű á, izét, kutyát, ami ott, vadkutyát, ami ott elterjedt, és, és, emiatt aztán kiszorította. De azt akarom mondani, hogy itt több 10 millió évvel ezelőtt szétvált fejlődési ágak teljesen ugyanúgy kinéző dolgokat tudnak létrehozni, ha ugyanaz a feladat. Tehát, ezt se becsüljük le. De azt mondom, hogy például az, hogy nekünk négy végtagunk van, és nem hat, az például szerintem nem ilyen. Meg lehet még mondani egy-két ilyen dolgot. Én csak azt nem értem, hogy a szúnyog miért alakult ki, tehát hogy ezt vissza lehetett volna vonni. Hát az egy nagyon rossz elképzelés volt, a jóisten, igen. Vannak, vannak, van, lehetne egy upgrade-et csinálni, maradjon munkájában. <laughs> <lányokban. gül> én én, én tudnék élni erszényes farkasokkal és szúnyogok nélkül meg dodókkal is egyébként. Tartanék dodót? Igen, egy különösen érdekes kérdés, amikor olyan lényekről van szó, amiket jó esélye az emberek tevékenysége miatt írtódtak ki, vagy haltak ki. Hát igen, tehát a, a dodó például lehet, hogy pont nem ilyen, de de lehet, hogy de. Nem tudom. tehát De például eleve a mamutnál is felmerül a kérdés. Amúgy a mamut, tehát az is érdekes, a filmben van ilyen teljesen, teljesen tudománytalan képsorozat ott a Virtuális Valóság Centrumban, vagy a holodecken, vagy mi, miben, ami bemutatják, így ilyen gyorsított ide hogy milyen állatból mi alakul ki. És hát akkor a gyönyörű dolgokat lehet látni. Tehát, hogy mit tudom én, lesz egy szauropod a dinoszaurusz, de aztán az átalakul mamuttá, meg orszarvúvá, meg majomá. Tehát, hogy, hogy, ezért, tehát ez, ez maximum egy, egy, egy ilyen karikaturisztikus filmben egy de, amerikai déli államban levő uh, új protestáns uh, kisfalunak a lelkésze képzeli így az evolúciót, amikor kiröhögi. Ez Kárszegán Kozmosz című sorozatában, azt de. szerintem sokkal jobban be volt mutatva ez a, a fejlődés. Mm, bizony, az nagyon jó. És az egy rendes fejlődési ág. Ott, ott, ott ugye látjátok, hogy például vannak azok a perm korszakbeli őshüllők, a Dimetrodon, emlékeztek erre a dologra? Az, az, az nem dinó volt, hanem még előtte élt, és ilyen, ilyen, nagy izé volt a hátán, egy ilyen nagy legyezőszerű felület, ami, ami ott kúszott, mászott, és azt elvileg hőleadásra, hőfelvételre használta, hogy azok például a dinoszauruszok előtt éltek, de azok emlősszerű hüllők voltak, tehát ezt a Carl Sagan kozmoszban tök jól le van rajzolva, hogy abból lesz egy cickányszerű emlős, az teljesen korrekt. Mert azok, azok az emlősszerű hüllők a permkorszakban, azok, azok konkrétan a mi előfutáraink voltak, és csak akkor is jött valami nyomorék meteorit, vagy valami, és emiatt az emlősök diadalmenete az késett még 150 millió évet. Mert akkor, itt jöttek a dinók, aztán a dinókhoz kellett még egy aszteroida, és akkor jött el végre a mi időnk. Eljött, eljött a médünk, de sajnálatos módon a podcastünk már a végéhez közeledik, ám van egy jó hírem a Patreon előfizetőnk számára, mivel ők még a műsort utolsó harmadát is végighallgathatják, és további érdekességet tudhatnak meg a filmünkről. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok a beszélgetés végére, illetve a premier előtt szeretnétek a podcasteinket hallgatni, akkor kérlek fizessetek elő a patreon.com per is oldalon keresztül. A legközelebbi adásunkban visszareplünk az időben, és betekintést nyerünk a második világháborús brit katonai hírszerzés titkai közé, ahol egy fiatal matematikus és csapata megpróbálja feltörni az addig feltörhetetlennek hit nélt enigmát, tehát a 2014-es Kódjátszma című filmet fogjuk elemezni. Új paralaxis, tehát legközelebb június 8-án érkezik, és hasonló felállásban várunk titeket. Pécsi Géza, Vince Miklós is valamennyi munkatársam nevében pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Egy biztos mi a következő Tudományos Fantasztikus Podcastban is itt leszünk, és reméljük, hogy ti is velünk tartotok. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.